Senza Consultinggal több mint 4 évvel ezelőtt kezdődött egy közös együttműködési folyamat. Azért kértük az együttműködésüket, illetve segítségüket, mert mindenképpen szerettük volna a meglévő értékesítői állományunk, üzletkötő kollégáknak a felkészültség, illetve szakmai szintjét emelni. Egy olyan programot szerettünk volna kapni és elsajátítani, ami hosszú távon tudja a folyamatos fejlesztést a MOL-nál biztosítani. A fő szempontunk az volt, hogy az értékesítő kollégáink szakmailag felkészültebbek, hatékonyabbak, gyorsabbak, precízebbek legyenek. Az alapja az a rendszernek és a módszernek, hogy a kollégákkal folyamatosan és rendszeresen megyünk, figyeljük az ő munkájukat, az ő szituációkban történő viselkedésüket, és folyamatos visszajelzést adunk nekik azzal kapcsolatban, hogy mi volt, ami jól sikerült, illetve mi volt az, amiben úgy látjuk, hogy további fejlődés, illetve fejlesztés szükséges. Utána már láttuk azt, miután elkezdtünk mérni, hogy milyen egyes kollégáknak milyen skillekre van szükségük, mibe kell fejlődniük, miben kell erősödniük, és ez alapján tudunk és tudtunk már a fejlesztést követően egyéni fejlesztési célokat meghatározni kollégákra lebontva. A kollégák a rendszer bevezetésén meglepődtek, rengeteg kérdőjellel és kérkedéssel fogadták. Sokat foglalkoztunk a kommunikációval, mert hogy mindenképpen azt szerettük volna biztosítani, hogy alapvetően egy fejlesztési programról van szó, semmiképpen sem szerettük és nem is használjuk a programot arra, hogy bárkit bármilyen retorzióval sújtsunk. Alapvető célunk az, hogy a kultúránk részévé váljon, és a folyamatos fejlesztés és fejlődés érdekében mindenki ismerje föl azt, hogy mindig van miben fejlődni, és ez a program alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy ezt a célunkat elérjük.